az önálló EGRI repülőklub 1957-ben itt Makláron, a maklári repülőtéren kezdte meg működését. Első tevékenysége a hangárépítés volt, ami látható a képen is, még félig kész állapotban, de közben repültek a klubtagok, mert egy repülőklubtag vajon mit csinál, akármilyen körülmények között is repül. Előkészíti a repülést, és minden nap repül, de közben épít. A repülőklub alapító tagjai, akikről meg is kell, hogy emlékezzünk, elsősorban császárernő kiképzésvezető Petrényi János klubvezető, Tóth Béla oktatók irányították ezt a repülést. Itt császárernőt látjuk, amint a komába beszáll növendékkel, megérkezik a kötél is, ami fölcsőröli a repülőgépet. Folytatva a többiek, akik a szintén a klubnak a mozgatói voltak, és alapítói Szőri, azaz Lendvári Csaba, ma is aktív, Tóth Ákos perbíróval ért, Kovács Gyula, és még sokan mások. Később kapcsolódott az építkezés befejezése után a csapathoz Csordás István, aki később a repülőtér parancsnoka is lett. A koma szépen emelkedik. Ez volt akkor az iskola gép, amin megtanult minden növendék repülni. Egymás mellett ülés és 20-as siklószámmal. Ma már talán egy kicsikét gyenge konstrukció, de akkor nagyon szerettük. Madártávlatból Maklár látszik, és a hangár, aminek akkor még az ajtaja is hiányzott, az oldalfalai is éppen, hogy meg voltak építve. Hát minden kezdett nehéz, persze. A hangár mellett lévő műhely, irodai épület még nyomokban volt csak meg, az oldalfalak látszanak. Szép lassan épült az is, ma már gyönyörű állapotban van, nagyon jó funkcionál. Ez a funkció azonban már 1960-ra már szinte teljes volt. Tehát 1960-as évek a hangár működésével, a repülőtér működésével és a klub teljes bedobásával működött. A lepke, érdemes erről szót váltani, az első olyan iskolagép volt, amit kétkormányos gép után használtak a B és C vizsgás növendékek. 14-es siklószáma volt. Képzeljük el, milyen jól repült. 55 km per órával. De hát repülőgép volt. Egyedül ült benne a pilóta, és úgy érezte, hogy övé a légtengere, a levegőtenger. Sokkal jobb gép volt már a Pilis, amit most látunk. 18-19-20 körül volt a siklószáma, 70-75 kilométerrel utazott. Szinte minden kezdő és vizsgásnak az álma volt. Elérni a Pilist, repülni a Pilissel, pláne a dekkes Pilissel. Ma ennek a Pirát felel meg, persze lényegesen jobb kondíciókkal. Hát ez a leszállás egy kicsit úgy hívjuk, hogy kiéheztetett leszállás, ezt minden vitorlázógép vezető tudja, hogy mi az. Egyszem lányunk, azt hiszem nem csak ő volt az egyszem. Császár Ernő próbál bemászni a podvába. Ez volt a vontatógépünk, majd látjuk később. Ejtőernyőzés is folyt. Olyan klubélet, mint ma, még talán színesebb. Vontatás, az ifjúság van a kötél végen. Természetesen a podva pokettes húzza. Jó gép volt az ifjúság, a mai viszonyokhoz képest egy kicsit lomha, viszonylag rossz siklószámmal, de akkor nagyon szerették a növendékek. Egymás mellett üléses gép volt. Bocsánat, egymás mögött üléses gép volt, és úgy nézett ki, mint egy lökös, csak hát jóval hosszabb szárnyakkal. Ebből egy looping akar kijönni, és kijön.
Maclári repülőtéren repülőklub, ez az EGRI repülőklub gyakorlatilag az 50-es évek, sőt a 40-es években kezdett el nem önállóként, hanem csak egy csoportként repülni Gyöngyösön, a gyöngyösi repülőtéren, majd pedig 57-ben jutott el abba a stádiumba, hogy állapotba, hogy önállóként tudjon klubot alakítani. Megyei szintű repülőklubbá alakult, körülbelül 100 tagja volt, akik részben ejtőernyőztek, részben vitorláztak. Motoros repülés egyedül csak, mint kiszolgáló repülés volt, a vontatás. Ez a bizonyos podva, ami az akkori idők vontatógépe volt. Az ifjúság, láthatjuk, szép és szeretett repülőgép volt. Ma jobbak a kondíciói az ilyen repülőgépeknek, azonban nem feltétlen sokkal. Tóth Béla növendékkel indulás előtt. Császár Ernő volt a vontatópilótánk, aki egyben kiképzésvezető is volt. Ő repült a legtöbbet a podvával. Sokszor elvitte a vitorlázó vizsgásokat is egy kicsit körülnézni környéken, egyáltalán megtudni, mit jelent a motoros repülés. A vontatás panorámája hátulról, a vitorlázógépből. Mintha levegőbe lógna előttünk a motoros gép. A műszaki vezetőnk a hangármester Balog Jóska volt, aki egyben szeretett bürokrálni, ahogy akkor neveztük az írományokat, a kitöltését, a különböző rubrikáknak, különböző könyveknek a vezetését, amit akkor is ugyanúgy kellett, mint ma. A repülésbiztonság, a repülés dokumentálása mindenek előtt volt, ugyanúgy, mint mai időkben. Különbség a 90-es évek és a 60-as évek között talán a gépek fejlettsége, gépek laminárgépek megjelenése, gépek siklószámának a javulása, és hát sok egyéb építéstechnikai vonatkozás. Podva a II. Világháborúban még talán az utolsó időkben repült. Azt mondják, hogy orosz női pilóták vezették, és éjszaka mentek be a városok fölé, vagy a katonai objektumok fölé. Megérkezett, leszállt a ifjúság. Császár Ernő kiadja az utasításokat, ki se száll a gépből. Körbenézünk egy kicsit a hangár körül, a repülőtér körül, és arra gondoltunk, hogy be kéne menni Egerbe megnézni fölülről Egert. 15 kilométer körülbelül lesz, nem út egy motoros gépnek. Egyenlőre a csűrök, magtárak fölött repülünk Maclártól Eger irányába.